köszöntöm a hajdúránási televízió nézőit. A múlt héten egy fiú ifjúsági kézilabda mérkőzést láthattak nálunk, most pedig képernyőre kerülnek serdülő lány kézilabdázóink is. A bajnokság utolsó fordulóját rendezik a lányoknál a serdülő másodosztályban, méghozzá a Göd együttesét fogadják, akit ősszel 20 góllal meg tudtak verni, és most a 10. pozícióban érkeznek ide a vendégek. A találkozó tehát egy könnyű győzelemnek ígérkezik, hamarosan kiderül, hogy ez a valóságban is az lesz-e. A találkozó előtt pedig Tarné Hadadi Beátával, a csapat edzőjével beszélgetünk. Ha a helyezéseket tekintjük, volt esetleg a szezon előtt konkrét célkitűzésünk, illetve visszatekintve a teljes szezonra, maradtak esetleg pontok a csapatban, mennyire reális az, hogy most a harmadik helyen állunk? Tulajdonképpen osztályt váltottunk, mert a tavalyi évben a kiemelt serdülő bajnokságon szerepeltünk, de láttuk azt, hogy a mostani csapatunk az nagyon fiatal, tehát fiatalabbként játszunk a serdülő bajnokságban, ezért választottuk a másodosztályt. Én nagyon bízom benne, hogy az első háromba benne leszünk, az első három helyezést megszerezzük, de nyilván még fiatalok vagyunk, nagyon sok meccs nincs még a hátunk mögött, tehát amilyen kiki meccsek, és ezért volt olyan mérkőzés, amire azt mondom, hogy a végletekig kiélezett volt, bennünk volt a győzelem. Van, ahol úgy jöttünk le a pályára, hogy mi győztünk, van úgy, hogy az ellenfél sajnos, de ha megnézzük a tabellát, ugye mi vagyunk a harmadik helyen, de a mögöttünk levőknek is a hatodik, hetedik helyig szinte egy-egy ponttal vannak lemaradva hozzánk képest, tehát nagyon szoros volt a bajnokság. Igen, tavaly ugye a kiemelt első osztályban tulajdonképpen az ország legjobb hasonló korosztályú csapataival mérkőztünk meg. Ez a bajnokság ahhoz képest mennyire volt versenyképes, mennyivel jelentett más kihívást, mint a tavalyi? Tulajdonképpen ez is egy erős bajnokságnak mondható. Azt azért tudni kell, hogy ott a kiemelt bajnokságban főleg az első osztályú csapatoknak az utánpótlás csapatai szerepeltek, ebbe pedig az NB1B-s csapatoknak a serdülő csapatai. Nyilván ez ugyanúgy, mint az NB1-ben és az NB1B-ben is van különbség, itt is látszik valamilyen szinten. Ezeknél a csapatoknál fiatalabb játékosokról van szó. Ugyanúgy, mint ahogy nálunk is, ahogy mondtam, inkább 2003-as, 2004-es születésű játékosok játszanak, még a serdülő bajnokság valóságban a 2002-es születésű játékosoké, de így meg tudták oldani a kisebb csapatok is, hogy játszhatják a gyerekeket egy komoly bajnokságban. A mai ellenfelet, a Gödöt idegenben ugye 20 góllal vertük meg, nyilván mi vagyunk az egyértelmű esélyesei ennek a meccsnek. Van esetleg a győzelem megszerzésén túl valamilyen célkitűzés a mai meccsre? Hát igazából 20 góllal nyertünk, de hogyha visszaemlékszem arra a mérkőzés, az első fél évben csupán csak 2 volt a különbség a mi javunkra. Ott nagyon álmosan kezdtünk, vasárnap délben játszottunk, tehát egy vasárnapi ebéd helyett. Úgyhogy most felhívtam a lányok figyelmét, hogy most igaz, hogy nem vasárnapi ebéd van, de 25 fok meleg van, bajnokság vége fele járunk, úgyhogy mindenképp nehéz mérkőzés, hajtós mérkőzés. Én azt kértem, hogy felszabadultan játszunk, mert utolsó mérkőzés, örüljünk minden gólnak egymást. Meg tulajdonképpen ez az utolsó mérkőzésünk együtt. Még egy tornára mondjuk el fogunk menni Orosházára, de tulajdonképpen ez a szezon zárása lesz. Én nagyon bízom benne, hogy egy jó mérkőzés játszunk, sajnos van egy hiányzónk, aki azért ugye a góllövő listán meghatározó szerepet tölt be, de én remélem, hogy tudjuk helyettesíteni. Mondom közben, jó bal szélen, Erika, figyelj, a góllövőben meglátjuk, hogy a 96-os kislány hol lesz, attól függően, hogy Messi vele szembe kerüljön, megmondja, vagy ballövő, vagy ha nem így, te leszel az irányító, jó? Dorottya a beállót, Szabina a jobb szél. Jó, most így kezdjük. A kapuba meg, ezt nem? Na hangosan kiabáljuk, mert jó. Gyere, figyelj, 2-3! No és akkor, mivel maximum néhány perc választ el most már a mérkőzés kezdetétől minket, fussunk át a két csapat név során. Kezdjük a Gödi együttessel, 2-essel Vas Nikolett, 3-assal Kovács Jázmin, 7-essel Major Maróti Léna, 8-assal Horváth Veronika Sarolta, 11-essel Juhász Gréta, 14-essel Lisocki Hanna,
22-essel Rotter Dóra, 25-essel Tolnai Laura, 27-essel Györfi Adrián, 74-essel Moksony Bernadett, 96-ossal Baliga Boglárka Lili és 29-essel Bódi Martina léphet ma pályára. A mieinknél 9-essel Reszegi Eszter, 33-assal Nagy Dorottya, 39-essel Karóc Johanna, 46-ossal Balog Ágnes, 47-essel Balog Nóra, 50-essel Kis Szabina, 51-essel Nagy Erika, 53-assal Pálkovács Sára, 54-essel Pálkovács Tekla, 57-essel Váradi Emese, 59-essel Veres Boglárka és 61-essel Málóci Karina Sára a keretben. Szóba került a felvezetésben, ugye, hogy lesz egy nagy hiányzónk a mai mérkőzésen, most ez népszerint Tarlotti. És méltán mondhatjuk azt, hogy egy nagy hiányzó, hiszen ő a legjobb góllövője a csapatnak ebben a szezonban, hiszen 98 találatot rámolt már be az ellenfelek kapujába, ezzel egyébként amellett, hogy a házi góllövő listánkat vezeti az összesített góllövő listán, és a 12. pozíciót foglalja el. Ez viszont valóban annak a mérkőzésnek ígérkezik, amelyen az ő hiánya ellenére is azért elméletileg magabiztosan be kellene gyűjtenünk a két pontot. Arról ugye szó esett, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor minden más eredménytől függetlenül biztosan a harmadik pozícióban zárjuk a bajnokságot. A vendég Gödiek indítják útjára a labdát. Így ők vezethetik az első támadást a mérkőzésen. Baliga. Vassal váltanak, Baliga megint, nem jut el a beállóhoz a labda. Rögtön megszerezzük a játékszert, és indíthatjuk az első támadásunkat. Váradi. Bátran tört be a lövését, hárította. Györfi a kapuban. Szabad dobással folytathatjuk a játékot. Ez lépéshiba volt, ezt elrontottuk, így a mi első támadásunk sem zárul góllal. Jöhetnek a vendégek másodszor. Major Maróti lő, és bár bele tudott érni a kapuban Reszegi, volt olyan erős és jól helyezett ez a lövés, hogy így is a kapuba tudott jutni. Várad indul, meg közben Pálkovás Teklától kapja vissza a labdát, és azonnal válaszolunk, 1-1 az eredmény. Váradi szerzi az első gólunkat. Major Maróti megint lövésre vállalkozik, ezúttal magabiztosan véd Reszegi. Nézzük, a kipattanó kihez kerül. Major Maróti szerezte meg, és harcolt ki tulajdonképpen így a csapatának egy szabad dobást és egy újabb lehetőséget a gólszerzésre. Baliga, ő is ellövés, becsúszik Reszegi lábai között. Ezúttal is Váradi próbálkozik lövéssel. Ezúttal is szabálytalanul tudták megállítani. Az ítélet büntető, Pálkovács Tekla lesz az, aki elvégezheti a 7 méterest. Ott az egyenlítés. A másik irányba mozdult Györfi. Így esélyesen volt a védésre. Baliga. Ezúttal is a beállót kereste, ezúttal meg is találta, nem rajta múlott az, hogy nem alakult ki zicser a helyzetből. Egy lövés a szélről, Reszegi. Juhász próbálkozott, onnan viszont egyáltalán nem volt könnyű dolga. Nem is sikerült bevennie a kapunkat. Pálkovács Sára. Pálkovács Tekla kapja tőle, és megvan a vezetés is, 3-2 már az eredmény. Pálkovács Tekla a második találatát szerzi. Nem értette meg egymást Major Maróti és Baliga. Nagy indítása pedig eljut Pálkovás Teklához, és megvan a harmadik találata is a hajdunánási 54-esnek.
1-2 után most nagyon hamar berámoltunk, 3 gólt a vendégkapuba, így már 2 gólos előnyünk van. Major Maróti. Szépen játszották le a szélre a labdát. Reszegi hárít. Pálkovács Sára. Eljut nagyhoz a labda, szépen fordul be Nagy Dorottya, és a kapufát találja el. Nem volt szerencsénk, a vendégekhez került a kipattanó, Vas hozhatja fel a labdát. Baligához jut el. Ezután pontosan adta Major Maróti. Helyzetig viszont most sem jutottak el, kiválóan védekeztünk. Baliga aztán egyedül próbálkozik. Szabad dobás. Vastól Baliga, és vissza Vasnak. Lesz a lövés, befordul Vas. Szépen csinálta. 4-3 az eredmény. Illetve nincsen gól. Nem adta meg a játékvezető a találatot, marad ezzel a 4-2. A túloldalon viszont érvényes a találat, Pálkovács Tekla. Újfent a gólszerző. Tart egyébként, ő követi a házi góllövőlistán, 83 találattal állt a mérkőzés előtt, illetve Váradi Emese volt az még a csapatból, aki 80 fölé jutott, egészen pontosan 82-ig. Ők szerezték ugye ketten az összes gólunkat a mai mérkőzésen, és ez egyenlőre így is maradt, hiszen pontatlan volt egy picit az indítás, de visszakapjuk a labdát, Váradi. Megvan még Pálkovács Sára. Major Maróti lépett ki rá. Váradi. Ő megy fel, és egy óriási gólt ragaszt. Megszerezve ezzel a második találatát. Baliga. Major Marótihoz teszi, ez a felső lécen csattan, szabad dobás lesz. A túloldalon egyébként a most labdát birtokló Baliga Boglárka a legeredményesebb játékos, ő 120 találatig jutott a bajnokságban, közben pedig ez egy remek védés, megint csak reszegíte a... Pálkovács. Benn van a találat, 7-2. Pálkovács Sára gólszerző. És Baligán túl egyébként talán Vas Nikolett az, akire még nagyon kell figyelnünk. Ő 65 találattal második a vendégek házi góllövő listáján. Éppen ő kapta Baligától a labdát, viszont remekül állítottuk meg. Megint ők játszanak össze, aztán Major Maróti lőhet a végén, és befért. Ez a próbálkozás a rövidbe. Hamar biztos elint tudtunk kialakítani. 7,5 perc telt el a találkozóból, az előnyünk már 4 gól. Pálkovács Sára. Váradihoz teszi. Benn van ez is a hosszúban, 8-3. Major Maróti ezúttal középen beállóban tűnt fel. Lövésig ezúttal sem jutott el. Remekül zár egyenlőre a hajdonánási fal.
Baliga. Vas. Megint Major Maróti az, aki összeszedi. Ezúttal is csak szabad dobásig jut. Nincsen lövés a szélről, Horváth nem mert bemenni, Baliga aztán lekerül a másik szélre, onnan már lesz lövés, a kapufán csattan, a kipattanó Marótié, ő pedig fölé vágja, viszont ehhez kellett az is, hogy szabálytalankodjunk vele szemben. Kis Szabina kapja a 2 perces kiállítást, a Gödi együttes pedig elvégezheti az első büntetőjét a mérkőzésen. Vas értékesíti. És labdát szerez ezúttal Vas. Zicserben viheti Reszegire. És nem sikerül betalálnia. Egészen furcsa megoldást választott a vége, nem tudom, hogy tudatosan próbálta az egyébként egy picit kínáló Reszegit átemelni, vagy egyszerűen csak kicsúszott a labda a kezéből. Ez tulajdonképpen a lényegen nem változtat, nem sikerült kihasználni az Itzert. Pálkovács. Pálkovács tekla egészen pontosan, Váradi. Pálkovács sára. Nagy kapja a szélen. Györfi hárít, de a túloldalon visszaszereztük. Negyvenöt másodperc még az ember hátrányunkból. Kis ilyen megint labdát szereztek a vendégek, és lőnünk kell közben, mutatja a játékvezető. Alig, hanem most már tényleg lőnie kell. Váradinak meg is teszi. Györfi hárított. A gólt nem is szereztünk, annyit elértünk, hogy lepergett az idő, és vissza is térhetett Kis Szabina a pályára. El is foglalta a helyét a hazai falban. A labda ennek ellen lekerül a szélre. A kapufáról kipattanót pedig megszerezzük. Váradi fordulhat. Ezt a labdát nem sikerült Kis Szabinának megszelidíteni. Fordulhat a Göd. Baliga. Egyelőre nem tud érvényesülni. Rendre jól lépünk ki rá. Most is láthatjuk, mennyire messze a kaputól kapja a labdát. Tulajdonképpen esélye sincsen arra, hogy jó helyzetből lőhessen. Ilyen távoli próbálkozásokból pedig nehéz lesz túljárni a Reszegi eszén. Pálkovács sára. Pálkovács tekla, Váradi. Pálóc és labdához ért a szélen. Jó a bejátszás, csak úgy, mint nagy befejezése. 9-4 az eredmény, Nagy Dorottya is az első gólját szerzi a találkozón. Egy kapufája volt már. Most viszont tökéletesen célzott. Baliga. Major Maróti nem vállalta el, inkább a bejátszást választotta.
Tolnai viszont nem tudott befordulni. Major Maróti. Baliga. Ő most befordul és be is talál. 9-5. Váradi. Pálkovács Sára, Pálkovács Tekla megint nagyon üresen maradt középen. És kihasználta azt, hogy folyosó nyílt a vendégfalon, és értékesítette az ittszerét. Csak szabad dobást ítél a játékvezető. Bódival szemben szabálytalankodtunk. Vas. Major Maróti. Tolnai pedig megint úgy kapta, hogy rögtön rávetődött két hajdunán ősi. Esélyesen volt arra, hogy bármi érdemlegeset kezdjen a labdával. Major Maróti vállalkozik lövésre. Ezúttal is van védés. Pálkovács Sára. Kapja vissza a labdát a szélről. Itt a szélre a labda. Majd a hálóba is Pálóczi Karina a gólszerző. Az is szóba került ugye a mérkőzés előtt, hogy 20 góllal nyertünk idegenben. Február 4-én játszották azt a találkozót. És ugye azt is említette Tarné Hadadi Beáta, hogy fél időben akkor tulajdonképpen szoros volt még az eredmény, tudott tapadni ránk a Göd, aztán a második fél időben megszórtuk őket. És azért a végére kialakuló 20 gólos különbség az ugyancsak nagynak mondható. Labdát szerzünk közben. Váradi. Ott az ittszer a másik oldalon is. És a túloldalról is gól születik. Nagy Erika talál be. A játékvezető párosról nem tettem még említést, szerencsére semmilyen hibával nem hívták még fel magukra a figyelmet. Barta Nikolett, Barbara és Kovács Sarolta Hanna vezetik a találkozót. Váradi hiába szerzett labdát. Már a Gödieknek ítélt a játékszert a játékvezető. Baliga. Ez a gól is érvénytelen. És időt kér Gyetván Kriszta vendégcsapat edzője. Így belehallgathatunk abba, hogy mit mondanak az edzők a csapatuknak. Tessék itt összeszedni magadokat. Ott elől te is oda cammogsz.
menjél oda, lőjél, addig ne játszogassál be, nem lesz lépő, amíg nem lősz el. Tessék lőni, azért mész oda, menjél. Onnan bátran, ez jó volt, majd legközelebb megadja. Nem ismeri a szabályt, majd. De tessék ugyanúgy oda menni, és megölni hosszúkat, ha te vagy ott, te is. Jó? Léna, neked itt óriási helyet van. Nem muszáj átmenőd, menjél oda család. Át is emelhetsz, mindent csinálhatsz. Ekkora kislányál vált szembe. Jó, tessék kihasználni. Itt védekezésnél meg csajok, csak az van, hogy kísérgetjük a belőle. Tudod a szaladgál, és a két-hármasod megy vele, mint az őrület. Folyamatosan ott elváltjuk, és abból vannak az ígyszerek. Tessék tovább jönni. Hányat lőttek szélről? Indításon kívül. Itt hányat lőttek szélről? Akkor miért őrizzük itt a szélsőket? Menjünk már bejebb, folyamatosan az 1-es, 2-es között, vagy a beállós megy be. Tessék bejebb tolni a falat, szűkítsünk, ha lőjenek szélről, hát ha az ötbi beleér. Te meg menjél már visszak be, 100-at kaptál már oda. Na gyerünk. Kész vagyok, hogy én 3-asban érjük hozzá. Igen, igen, cserélj meg, hogy hát ha megpróbáljuk. Jó. Na gyerünk, 2-3. Good! Nagyon jó, tessék, hogy jön, hangosan. 2-3! Más! 12-5-ös hajdulánási vezetésről folytatódik a mérkőzés, méghozzá egy vendégtámadással folytatjuk majd. A labda Tolnai kezében már csak a játékvezető Sipszavára várunk, ez ebben a pillanatban meg is érkezik, úgyhogy újra útjára indult a labda. Baliga, Major Maróti jön középre, és nagyon távolról próbálkozik, ennek ellenére betalál. Reszegi bele tudott érni, viszont azt gondolom, hogy már csak a bátor próbálkozás, és aztán ez az erős és jó helyzet lövés tulajdonképpen megérdemelte azt, hogy gól szülessen. Jellemző egyébként a találkozóra, miközben újabb büntetőt kapunk, hogy rá vannak kényszerülve a vendégek arra, hogy ilyen távolról próbálkozzanak átlövésekkel, ez mindenképpen a mi védelmünket dicséri. Pákovács Sára érkezik a büntetőhöz. Pákovács Tekla már értékesített egyet, és most Pákovács Sára is hasonlóan tesz. Előbbi öt, utóbbi pedig a második gólját szerzi. Tolnai ezúttal tovább tudta tenni. Major Marótit viszont már megállítottuk. Kovács. Baliga. Ő is messziről lő. Ez nem okozott gondot Reszeginek. Váradi. Bátran indul el. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy becsúszhat a lövése. Elment viszont keresztbe a kapu előtt. Kovácstól Major Maróti, Baliga, Tolnai. Jól zártunk össze vele szemben. Nem sok használható labdát kapott még a vendégbeálló. Kovács kipatintja a szélre. Kovács megint. Szabad dobás. Major Maróti. Bódi jön befelé. Baliga. Kovács. Előbb-utóbb el fogják venni a vendégektől, most állnak össze. Baligának, mellé megy a lövés. Marad a 13-6. Váradi. Ő vezeti keresztbe, a lövését véri Györfi, de már szabálytalanság miatt megállította a játékot a játékvezető. Pálkovács Sára. Nagytól Pákovács Tekla kapta, majd megint Sára. És
most támadó hibát látnak a játékvezetők. Fordulhatnak a Gödiek. Kovács. Nagy Dorottya lépett ki rá. Remekül. Baliga. Ezúttal sem volt jó Tolnainak a bejátszás. Tolnai most befordul, Reszegi hárít. Büntető. Baliga jön a heteshez. Szépen Pimaszul oldotta meg, átemelte Reszegit. 13-7. Balog. Váradi. Ezúttal a hálóba jut a lövése. Az előbb hárítani tudott Györfi. Most is nagyon bátran indult el Váradi. És amellett, hogy betalált, még egy kétperces kiállítást is kiharcolt. Ha jól láttam, akkor Major Marótit küldte le a játékvezető. Tolnai. Így ő talán valamivel jobb helyzetben van, hiszen nem folyton a kapunak háttal kell labdát kérnie. Éppen nála a labda. Elveszítette. És aztán egy kis zavar nálunk is. Visszakerül a Gödiekhez a játékszer. Kovács. Ellövi. Szabad dobás. Tolnai, ellövi. Erre is fújnak egy szabad dobást. Eljött a szélre a labda. Bódia befejező. Megint csak támadó hiba. Ezúttal Váradi rontott. Juhász. Ellövi ballal fölé. 20 másodperc a mérkőzésből. Pók. Váradi. A kapufa segítségével van benne a labda. 15-8. Lesz-e még lövésük a vendégeknek, ez az egyetlen kérdés. Már az első fél időben lett egy a kipattanóra, viszont már nincsen idő, hiába szerezte meg a Tolnai. 15-8 tehát. Az eredmény fél időben ebben a korosztályban ugye 2x25 percet játszanak a lányok, nem 2x30-at, ahogy az a nagyobbaknál megszokott. 15-8-szal mehetünk tehát a fél idei pihenőre, néhány perc is. Jövünk vissza a második játék résszel.
egyszer majd véget ér, még nappal s az éj, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó nekem. És nem minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, ha végre elkezdeni. Lesznek tettek szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőzz, ahhoz le kell győznöd. A hából sem hozhat vissza senki senkit, majd nekem, sem nekem. De bolond vágyak helyett tömbet ér, ha van benned hit és erő. Jókor vagy, jó egyen. Amíg a lója nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg a lója nap, egyszer majd véget ér, mint meg annyi rég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőzs, le kell győznöd saját szív. Az elhúlt éneket sem hozza vissza senki, már neked, sem nekem. De baga vágyak helyen tömbet ér, ha megérted, amit kell. Jókor vagy, jó helyen. Amíg a lója nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg a lója nap, legyen a fejedbe, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, bármi lehetetlen. A halálból sem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De bolond vágyak helyett tömbet ér, ha van benned hit és erő. Jókor vagy, jó legyen. Amíg a lója nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg a lója nap, legyen a fejedbe, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Védekezésből próbáld már meg minél gyorsabban fölvinni a labdát és befejezni. A lerohanásban ki nem vesz részt? Válló. Erre? Szabina, Karina is, Göröttya is. Jó, futó. Te vagy a szélső, úgy beszéltük meg. Jó, tehát ilyenkor most, ha beálló vagy, akkor futsz a körre. Jó, mert akkor ilyen kavalkád is nem lesz jó befejezésben vele. Jó? Gyerünk, küzdjünk még 25 percig a bronzéremtől. Jó, gyerünk, gyerünk. Hangosan, jó? 2-3. Lánás! Most mi kezdünk? 15-8-as félidei hajdulánási vezetésről folytatódik tehát a mérkőzés. Aki esetleg lemaradt volna a kezdésről, annak el lehet mondani, hogy a Leáns Erdülő másodosztály utolsó fordulójának mérkőzésén járunk. A hajdulánási lányok ellenfele, a Göd együttese a vendégek, a 10. pozíciót elfoglalva érkeztek ide Hajdunánásra. És egy tulajdonképpen általunk irányított első félidőt láthattunk a lányok. Magabiztosan, viszonylag kevés hibával kézilabdáznak, védekezésben kifejezetten jónak érzem a csapatot. De hogy ez az eredményen látszik, azért komolyabb bajunk a gólszerzéssel sem gyűlt meg. Váradi.
Óriási lövést eresztett meg Györfi kapujára. A vendég portás, illetve a kapufa is. Közrejátszott abban, hogy nem született gól. Ez pedig Baligánál lábra pattant. Nézzük, tudjuk-e gyorsan végigvinni az akciót. Balog. És el tudtuk jutatni a labdát Pálócihoz, aki be is fordult a lövése. Nem eredményezett gólt, viszont a szabálytalanságot észlelte a játékvezető, amivel szemben történt így. A büntetőhöz jutottunk, amelyet majd Balog Nóra végezhet el. És mellé megy a lövés. Nem sikerült kaput fogni. Marad a 15-8. Egy vendég két percessel is járt viszont. Ez a büntető, úgyhogy ember hátrányban vannak. A sötétkékben kézilabdázó Gödiek. Pók védekezett jól a szélen. Tolnai aztán Veressel szemben próbálkozik. És Veres rástartol el a labdára. Váradi. Pókhoz jut el a szélen. És benne a labda a hálóban, megvan a második félidő első találata. ...16-8 ezzel a vendéggólok duplájánál járunk. A túloldalon pontatlan a lövés a szélről. Remekül érkezett Balog az akcióval. 17-8. Vas. Baliga. Major Maróti most üresen kaphatta középen, és ki is használta ezt. 17-9. Veres. Tovább tudja még tenni Váradihoz, és az a passz is jó. Remek befejezés. Pálóci a gólszerző. Nem mondom, hogy tükör, simán jutottunk el ehhez az ittszerhez, de végül is szépen oldották meg a lányok. Mint ahogyan Baliga is a másik oldalon. 18-10. Váradytól Pálkovács sára kapta a labdát, a lövését hárítja Györfi. Veres szerzi meg a labdát, és jól teszi tovább Pálkovács sára. Váradi kapja tőle, ez már benn van.
Baliga. Major Maróti. Összeszedi még. Szabad dobás lesz. Veres indítása, Pók. Jó a befejezés! 20-10. Pók Panka a gólszerző. Az ő neve az én meccselőtő összeállításomból kimaradt egyébként, így a nevének elmulasztásáért utólag is elnézést kérek. Az ő második mai találatával 10 gólosra növeljük az előnyünket, a túloldalon pedig közben vasharcol ki egy büntetőt és egy kiállítást. Pálócit küldte el a játékvezető, így a következő 2 percben ember hátrányban leszünk. De nézzük elő Balig a büntetőjét. Karóc Johanna vele szemben a hajdonánási kapuban, és már bele tudott érni lábbal Karóc, így is a hálóba kerül a labda. Balog nagy lendülettel indul meg. Vasálta útját. Tolnai közben nagyon szorosan őrzi Váradit. Igyekeznek kivenni a vendégek. Na, hajdolánás 57-est a játékból. Így duplán nehéz a helyzetünk ugye támadásban, hiszen eleve emberhátrányban játszunk. És ezzel, hogy kiveszik tulajdonképpen Váradit a játékból, így nagyon nehéz dolga van a másik 4 játékosnak. Nem is sikerül igazán tiszta lövő helyzetet találni. Most viszont igen, ott van a szélen Veres, és jó a befejezés. 21-11. Veres Boglárka is megszerzi az első találatát. Vas. Elpattam Major Marótitól, de megmentették még a szélen a vendégek. Kovács volt az egészen pontosan. És ebben a pillanatban kiegészülünk. Labdaszerzés, Veres nem először szerez labdát a második fél időben. Loggal játszanak össze, szépen lassan eljutunk a 9-esig. Ezt elveszik a játékvezetők. Jó balig a befejezése, 21-12. A túloldalon Pók! Gyönyörűen csinálta. Azonnal visszaáll a 10 gólos különbség. 22-12. Karóc véd a másik oldalon.
Baliga. Ez jó bejátszás. Mondom én, aztán végül is talán sikerült beleérnünk még ott a végén. Ezért nem lehetett zicser a dologból. Veres. Jó cselt csinál el is, lövi a labdát és becsúszik a hálóba. Györfi nem tudott hárítani, a Veressen szemben elkövetett szabálytalanságért pedig Bódit küldi le 2 percre a játékvezető. Izgóra csökkentik az előnyünket a vendégek. Kivártam egy picit a játékvezető ítéletre, azt hiszem, hogyha nem jutott volna a labda a hálóba, akkor büntető is járt volna a 2 perces kiállítás mellé. Így csak az utóbbi lett a döntés. Váradi helyzetben, jó a befejezés. És mivel 1 perc még van egyébként a vendég kiállításból is, így azonos arányban vannak a pályán a felek jelenleg. Veres. Váradi kapja megint ott az ittszer. És ezúttal sem hibázza el Váradi emese. És ezzel a 2 gyors góllal átveszi a vezetést a góllövő listán, hogyha csak a mai mérkőzést vesszük a házi góllövő listán. Eddig Pálkovács Teklának volt a legtöbb találata a mérkőzésen, 5 egészen pontosan, így most már megelőzte őt Váradi. Büntető. Na nézzük, Karulc az előbb érezte az irányt Baligával szemben, kis ilyen védeni is tudott. Másodjára sikerül-e. Ezúttal nem járt olyan közel a hárításhoz, mint az előbb. Balog. Jó a lövés, bravúros gól, Nagy Erika! Ez sem volt könnyű helyzet, és egy könnyen kivitelezhető lövés. Befért a hosszúba. Baliga aztán a másik oldalon nagy lendülettel szépen fejezi be. Elhibázta Veres. Fordulhatnak a vendégek. Az viszont egy labdaszerzés. Nagy. Jól csinálja meg befelé a cselt. Átpasszírozta valahogy magát az őt üldöző védők között. És jól fejezte be a támadást. Vas. Bódi megszerzi még. Aztán elpattant tőle. Bravúros lett volna, hogyha meg tudja tartani a labdát. Kovácstól kapja Bódi. Vas.
Veres védekezik jól vele szemben. És ez egy jó labdaszerzés, nincsen sípszó, és meg lehet még az indítás. Meg is van. És ott van középen az üres ember, Veres, benn van. 28-15. Itt most legalább annyira meg kell dísérnünk ki Szabinát is, mint a befejező. Veresté volt az, aki tulajdonképpen kiharcolta ezt az ittszert a társának. Megint megszereztük kis ilyen. Tolnai próbálkozott, kaput nem talált, viszont egy szabad dobást kiharcolt. Baliga szépen fordul be, Karóc védi a lövését. És rögtön adja a labdát Veresnek. Elveszítettük aztán. Baliga. Itt nézve a mérkőzést azért nem csodálkozhatunk azon, hogy ő a vendégek legeredményesebb játékos a bajnokságban. Nincs olyan támadás, amely ne futna rajta keresztül. Rengeteget próbálkozik. Annak ellenére, hogy nincs egyébként könnyű dolga a mai mérkőzésen. Őt váltja most a pályán Major Maróti. Vaslövése elmegy a kapunk mellett. Alog Nóra. Veres. Talán egyedül is megpróbálta volna. Balog Ágnes kapja a szélen a labdát, és remek a befejezés. Eljut a labda hosszú felső sarokba. 29-15. Becsúszik a másik oldalon Bódi próbálkozása is. Jön a 30. gólunk, minden esély megvan rá, meg is születik, Veres szerzi. Hat és fél perc van még a mérkőzésből. Major Maróti ragaszt óriási gólt most a kapunkba. Balog Nóra. Szabad dobás. Balog Nóra, Pál Kovács tekla kapja tőle. 7 méteres. És Bódi kap még mellé egy 2 perces kiállítást. Kis Szabina érkezett a büntetőhöz. Nézzük, hogy Györfivel szemben betalál.
Hoksony. Ezzel a horvát labdával már nem tudott majd Honoróti mit kezdeni. Horvát, Tolnai. Major Maróti lő, Karóc hárít. De lesz újabb lövés. Megint Major Maróti próbálkozhat. Inkább a paszt választja Horvát. Karóc ezúttal is a helyén. De még nem szabadul fel a kapunk. Horvát. Nem sikerül labdát szerezni. Néma marad a síp. Karócé a labda. Pók. Balog Ágnes, Balog Nóra, egyedül próbálja meg, szabad dobás. Most már az azért mindenféle kockázat nélkül kijelenthető, hogy meg lesz a bonzérem a lányoknak. Ez ugye mindössze, persze egy picit idézőjelben mondva azt, hogy mindössze a győzelemre volt szükség a lányoktól ezen a mérkőzésen, hogy egy kicsit csemegézzünk egyébként a múltbéli eredményekből, miközben egy remek akciót követően nagy találja el a kapufát. Ugye a bajnokságban minden mérkőzését elveszítő Nyíradony foglalja az utolsó pozíciót, most ellenük kétszer is elképesztő különbséggel nyertünk, volt egy 51-7-es győzelmünk itthon, és idegenben is csak ugyan 51 gólt szereztünk. 14 hazai találattal szemben. De hogy más nem mondjak, volt például 28 gólos győzelmünk itthon a Szentendre ellen, ott 38-10 lett az eredmény. És mi játszottuk egyébként a Balmazújvárossal a teljes bajnokság egyetlen döntetlennyét, egy 19-19-es eredmény született az itthoni meccsünkön. És a 22 találkozójukból mindössze 5-öt veszítettek el egyébként a lányok. A Pénzügyőrtől kaptunk ki oda-vissza, illetve a Szent Istvántól szintén oda-vissza. És az Eszterházival szemben volt idegenben egy 23-22-es, tehát nagyon szoros vereségünk. Ezt leszámítva pedig a maival együtt 16 győzelmünk lesz a bajnokság végeztével. És még egyszer mondom, így a dobogón a harmadik helyen zárjuk az idei szezont. 45 másodperc, Pók. Támadó hiba. Jó lesz? Nem jó a bejátszás. Egy szabad dobást viszont kapnak a gödiek. Ha gyorsan befejezik, akkor nekünk még lesz időnk egy támadásra. Major Maróti, Karóc hárít, ez pedig azt jelenti, hogy 15 másodpercünk van arra, hogy megszerezzük a 33. találatunkat. Balog! Egy picit el is kapkodtuk talán a befejezést. Távolról próbálkozott Balog. És lepereg ebben a pillanatban a hátra lévő idő. 32-18-as eredménnyel ér véget a találkozó.
magabiztosan tartjuk itthon, és szerezzük meg a két pontot. A Gödi együttes ellen tulajdonképpen érvényesítettük a papírformát. A mérkőzés előtt is egy magabiztos győzelemre lehetett azért számítani, hogyha a tabellára és a múlt eredményeire tekintettünk. Ezzel a lányok megszerezték tehát a harmadik helyet itt a Leány Serdülő másodosztályban. És így 33 ponttal zárják a bajnokságot, még egyszer mondom, 21 mérkőzésből 16-ot győzelemmel abszolválva. És ez a mérkőzés is tulajdonképpen azért nem hozott komoly izgalmakat. Már a fél időben ugye 15-8-ra vezettünk, aztán a második fél időben csak növeltük ezt az eredményt, és a végén ugye 14 gól lett a differencia a két csapat között, a leláltóról is szól a taps a lányoknak. Azt hiszem nem fér hozzá kétség, hogy ez természetesen megérdemlik a szezonban mutatott játékok és eredményeik alapján. Innen fentről én ezzel a 32-18-as végeredménnyel búcsúzom, de Tarni Hadadi Beátával beszélgetünk a mérkőzés után is néhány szót. Akkor a különbség nem lett végül is, mint az őszi találkozón, de azért izgulnunk ma sem kellett tulajdonképpen. Egy másodpercig sem, már fél időben ugye vezettünk 7 gól, aztán ezt csak növelni tudtuk a második játék részben. Maradéktalanul elégedett az eredménnyel és mutatott játékkal? Hát igen, tulajdonképpen igen, mert amit mondtam is, a mérkőzés elején nagyon fiatal csapatunk van, tehát mi még tanuljuk ezt a játékot. És ha azt nézem, nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nyilván volt a potya védések is, vagy hát nem védések, gólok, de azt mondom, hogy a kapus teljesítmény, meg a védekezés is jó volt, a második fél időben különösen. Inkább ami talán bosszantó volt egy kicsit, hogy volt sok eladott, vagy több eladott labda, azt kell még kiküszöbölni. Illetve az, hogy még ugyan mozgásokat mi próbáljuk átvenni a felnőtt csapattól, és abban voltak még hibák. Hát sokszor ilyen mókás jelenet is sikerült a pályára, de amúgy maradéktalanul elégedett vagyok a csapattal. Voltak küzdelmes és nagyon sima győzelmek ebben a szezonban. Van esetleg olyan eredmény vagy olyan győzelem, amely a legkedvesebb, vagy amelyik a legközelebb áll a csapat szívéhez, vagy amelyik a legnagyobb bravúr volt akár a szezonban? Tulajdonképpen a két debreceni győzelmet mondhatom. Hát egyrészt bravúrnak, meg talán a kedvenc győzelmünknek, a hazai pályán itthon 8-al nyertünk ellenük, de nyáron felkészülés mérkőzéseket vívtunk egymással, és mind a kétszer kikaptunk. Tehát itt egy kicsit haraptunk is az első mérkőzésen, ő volt az első forduló, és 8 góllal tudtunk hazai pályán nyerni, illetve a tavaszi fordulóban pedig ott Debrecenben 1 góllal, ami borzasztó izgalmasra, küzdelmesre sikeredett, de meglett a győzelem. Szóba került ugye a felvezetésben, hogy az előző szezonban a Serdülő korosztályban, az első osztályban intottunk csapatot, idén a másodosztályban szerepeltünk. Lehet-e már tudni, hogy jövőre mi lesz a helyzet? Maradunk esetleg itt másodosztályban, vagy feljebb lépünk? Igen, mint ahogy mondtam, már a felvezetőben is nagyon fiatal a csapatunk, idősebbek között játszunk, ez így marad jövőre is. És így azt a tendenciát fogjuk tovább vinni, mint az idén, hogy inkább a másodosztályban. Itt talán több sikerünk fog lenni, mint az első osztályban, és többet is fogunk talán tudni fejlődni. Nyilván ezeknek a lányoknak szükség van a sikerélményre is, mert a kudarcból is lehet tanulni, de talán sikerből jobban tudunk építkezni, illetve azért is fontos, hogy másodosztályba indulunk, mert az ifi csapatunk az viszont marad az első osztályba. És ezek a lányok fogják ifista játékosokat pótolni egy-egy mérkőzésre. Tehát lesz olyan kislány, aki heti két mérkőzés fog játszani, és azért nyilván az első osztály. Tehát fontos, hogy esetleg legyenek könnyebb mérkőzéseink is, meg nehezebbek is. Ahogyan az a mérkőzés előtt is várható volt már, megszereztük tehát a nagyon magabiztos győzelmet a Gödi együttes felett. Idegenben 20 góllal nyertünk, itthon 14 gól lett a végén a különbség, nagyon magabiztosan tartották tehát itthon a két pontot a lányok ezen a mai napon, ezzel pedig megszerezték a bronzérmet a bajnokságban, amihez ezúton is gratulálunk, és kívánunk nekik a jövőre további szép sikereket.